Hát nem próba volt, hanem most kezdték el lényegében. Itt vagyunk Vakóban, az osztrák Dunakanyarban, és akkor nyomják a tűzijátékot ezerre. Honnan fogják lőni? Ott lövik arra, te! Hát igen. Lövik arra, Albert. Hát már mennyit lőttek az előbb? Hát az egészet onnan lövik el, mert... Hát valószínű. Lehető legszadabb szögben van. Tudta a franc, hogy honnan lövik. Hát igen. Nem tudjuk, lehet onnan is. Jó, de legalább innen legalább lehet látni valamit, ugye, hogy magas hát ponton vagyunk. Csak a kamera nem látja, én látom. Csak az a bokor ne lenne ott szemben. Igen. Na most egy kicsit abban maradt, de valószínűleg mindjárt lövik újra. Mindjárt lövik, és a tűzijáték után megyünk itt a hozzá a vonatot. Karcsi bácsi, itt jó lesz? De oldalás tartottam a telefon, ezt gondolom ott a monitoron tudod, hogy egy oldalás jelzi. Ja, igen. Egyik áll, érdekete van hava. Tűzsító. Tűzsító. Remélem, hogy már megint kezdik. Azaz. Tetszik, mert egy kicsit. Jaj, jaj. Görög tűz, Kadocsa, az általában a vége felé szokott lenni. Legalábbis tapasztalat szerint. Micsoda? Görög tűz. Az is a hegyen. Egyből? Dák, Roland, Roland, most nem főzünk, most sörözünk, meg közben tűzi játékot nézünk. Nem ő, az Jack. Majd jön erre, akkor majd mondod nekik. Közben erre nem láttam. Ugye, Roland? Jó, megyem. Melyik Roland? A Bence? De együtt kicsi utca. Ott van valami ott. Ott még nyomkodnak, csak hangja nincsen. Szerintem ezek ilyen, csak ilyen sima kicsik. Ja, az ilyen kis csizé. Nem az a görögtűz? Volt itt egy viking hajó, igen. Aminek az volt a neve, hogy pontosan mi az. Na most, most megy. Hát Bozsi, elvileg 6 óra 30-re érünk a nyugatiba. Karcsi bácsi, semmi programot nem tudunk, azt se tudtuk, hogy mikor kezdi, mikor van vége. Jön ez megint. Hopp, azt nézd! Na most szerintem semmit is lássátok, hogy így... Hát ebből nem lesz az ilyen. Na, hoppá. Ott, most meg onnan tudik, várjál már. Mindenfelől, bassz meg! Most akkor melyik irányba filmezzek? Hallozom, három irányból lövök ott, akkor döntsük el, hogy honnan videóban. Még azt hittem, hogy tűzijátékot filmezni az egyszerű lesz, mert... Elfőttek a neve. Bozd meg, három felől lövik az akarjára. Hát igen. Még van azt hiszem, hogy tűzijátok a fülhez egyszerű lesz, mert egy helyre lövünk. Amikor így győd veszi mindenki? Semmit. Ja? Tűzijátékra figyelj. Most akkor most már onnan fogják lőni. Onnan? Még továbbra is onnan, jó.
Kadocsa, Gyuszi, Tűzés, üdvözöl mindenkit. Kértük a nagy hegyűre. Figyeld, hogy egy tűz. Az, hát valamit rendesen bepirítottak. Valamit nagyon felgyújtottak. Valamit nagyon bepirítottak. Jó kérdés. Hát viszont rendesen egy olyan. Nem lehet az öreg tűzhez tűzülödne? Az biztos, hogy nyomhoz van a sima tűz. Öreg tűz az simán nyomják. De közben nyomják ott is, azt figyeld. Most nem nyomják. Nyomják, nem is tudjuk, hogy kétfelé szakadni. Nem is tudjuk, hogy mit nézzük. Orbítjuk. Jó, most onnan nézzük, akkor marad ez. Sikétók már. Igen, ez a sikoly. Ez a sikoly. Sikolynak hét, igen. Nem tudjuk, hogy merre nézzük. Hát ez az, hogy mindenfelől lövük. Hát a kamerát csak egyet tud nézni. És meg milyen szépen égott, szerintem valami fa vagy valami ilyesmi kigyulladhatott. Hát valami sikerült felgyújtani. Ja. És már hallatszik, hogy mennek a tűzoltók is, hogyha valami fát gyújtottak ki szerintem. Hallatszik a sziréna, hogy mennek. Azt a kurva, aztán egyre jobban ég, azt figyeld. Aztán valami sikerült felgyújtani. Na, mi? Bum. Kacsi bár se érjen, most égre kap a szorkányok. Azaz. Igen.
Azt a korom ilyen tőzzelkép még mindig ott. Az azért az nem semmi. Jó. Valami rendesen kigyulladt. Valamit rendesen felgyújtottak. Ezek a szépek ám. Azaz, na, na ez már valami. Ezt már szeretjük. Jön a másik. Azaz, na most, most figyelj. Puh. Ezek tudnak bár a szépen szólni. Igen, Karcsi bácsi, itt a az előbb volt szar, ugye, amikor egyszer előtték mind a három helyből. Nem, ezt a partról lövik, biztos, hogy nem a hajóról. Ezt a hajóról? A partról lövik, ott a hajó mögül. Ja, ennyi volt. Azt hisz, hogy ég a tűzok. Hát, és ez még mindig ég. Leállít? A túlparton egy kicsit valamit rendesen kigyújtottak. Még ott nyomják a tűzijátékot. Szerintem ezen az oldal volt ennyi. Ez még nem. Ők képzett utasra, ugye? Ezt nehezebb fölmenni. Én nevén, köszönöm nektek. Üdvözlöm én is, mert föl Bozsi. Arról is lövik valahonnan. És még a hajó is szól. Igen, az. Mindig van Noémi-nek, nem üzentek valamit? Kinek? Noémi, LK is. Ja, de az, hogy szia. Albert tud üzeni, hogy szia. Ádám is üzeni, hogy szia. Ádám is üzeni, hogy szia. Szia Noémi. Arról is lövék szerintem, arról is hallatszik a hang. Csak az ugye nem látjuk. Hát azt nem látjuk. Önnel is nézi a videómat. Hát Karcsi bácsi, majd megpróbálunk. Mit próbálunk meg? Írja a Karcsi bácsi, hogy további kellemes estét, aludjatok hazafelé egy kicsit, ha tudtok. Várunk Budapesten.
Ma maradjon neked is neked. Na, ja, nekem lesz. Hoppá, és azt nézd meg. És már megint két helyről nyomják. Nem baj, most már csak veszem a nagy kamerával, csak és az éli adást felfüggesztem. Most is hello, 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 sziasztok. De, sziasztok! És ha az olvos nem tiltotta el, akkor iratkozzatok fel rá, ha még nem tettétek meg. Egészségetek rá, kedves részek. Egészség. Majd vonaton visszafele, élem meg. Majd ott is live-azunk a vonaton, de akkor jó lesz. Na, hello, 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 sziasztok. Főleg már beboszom, mi? De... Tudod mi a baj, hogy az érkező kocsiból nem lehet tömlő sajtot enni, főleg kirántva. Meg pájzsi se, meg bustán se. Se pájzsi, se bustán, se tömlő sajt nincsen. Üzében. Na akkor sajnyi, jó. Hello, 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 sziasztok. Már csak a DJ kell lenni. Szóljak, hogy fizetni a pizani. Már sőt, a harmadik helyen is egy gazfigyelt. Pont is van egy kialakuló tűz, én még kicsi. Egy tűz, két tűz. Ott meg alakul ki a harmadik. Igen, amikor az élő jó. Utána menjünk vissza a vonathoz. Jövőben menjünk persze. Hogyha végig lesz utána, az már most van egy óra hossza az indulásig. Meg ki tudja még mikor lesz vége. Hogy ezt megisztuk utána menjünk vissza, utána most azt vedelünk tovább az egyetőre. Csak ezért mehetek, hogy szóljuk így. Szólj, hogy akkor ideig fizetnénk. Csak hogy legalább ezt végig nézzétek. Rólam, igen. A nagy némeken fele sört, azt mindenképp tudok kérni, úgyhogy az mindig megvan. Több jelenleg szenvedünk. Gyűjtöztek is egy kicsit, hogy utána ide adod? Dankeschön. Éve. Nálunk is ott otthon sarkodon egy május esény szokott lenni tűzi játék, maximum egy 5 perces. Legvégsőbb 10 perc, tudod. Esen is ugye ott ugye, az államállott titáskor max. Egy 20 perc, fél óra. Majdnem egy órája nyomjál. Vietnem, ahol újjékkor nem igazán szokott lenni tűzi játék, mert ott nem ilyen rövid tűzi játék, hanem ott óriási ágyukkal, és azért tudod, Vietnem az... Az ágyútól le azért ilyenek a háború miatt. Persze, hogyha a háború miatt. Nagyon valamosan tényleg elköszönök tőletek. Mennyi ideig jövett? Várjál. Aztán majd csak azt, hogy kinyomom.